Sziasztok! Köszöntök benneteket a Warcraft 3 Reforged végigjátszásom 6. részében. Én Peti vagyok, és ugye, amint azt a Facebook, illetve Instagram posztjaimban is ígértem, most eljött az ideje annak, hogy az emberi küldetéssel folytassuk tovább a végigjátszás sorozatot, és meg fogjuk látni azt, hogy mi történik mindaközben az emberi királyságokban, amíg Trall az ork horda élén áthajózik Kalimdorba. Nézzük is meg a bevezető bejátszást. We've received reports that the orcs are regrouping. Certainly the recent attacks against the internment camps are evidence enough. Agreed. The Horde is on the move. This is absurd. My nation will not stand by and watch as the Horde masses on our very doorstep. The orcs are not our primary concern here. How many times must I repeat myself? King Terranus, you must heed my warning. This plague that has gripped the Northlands could have dire ramifications. Plague? You wizards are just being paranoid. Let's keep all this in perspective. Even if this plague does pose a threat to us, what are you proposing that we do? It is simple. As I have said, the Kirin Tor are already prepared to place the villages under strict quarantine. I will not institute quarantine without proof of your claims, Ambassador. The people of Lordaeron have suffered enough without becoming prisoners in their old lands. Yet, prisoners they are, good king. What is the meaning of this? Who are you? Humanity is in peril. The tides of darkness have come again, and the whole world is poised upon the brink of war. Enough of this. Guards, remove this madman. Hear me. The only hope for your people is to travel west. Forgotten lands of Kalimdor. Travelist, are you mad? Old Ambassador, I don't know who you are or what you believe, but this is not the time for rankling prophets. Our lands are beset by conflict, but it shall be we who decide how best to protect our people, not you. Now, be gone! I failed humanity once before. Not do so again. If you cannot take up this cup, then I shall find another who will. A warning has been given. Their fate is now their own. Így van. Nos, mint láthatjuk, természetesen majd erre a videóra is ráégettem a feliratot, de mint láthatjuk, röviden arról van szó, hogy hát a prófita az emberi királyságban is bepróbálkozott, mégpedig személyesen a királynál, az ügyben, hogy ők is hajózzanak nyugatra, ugye Kalimdornak az elfeledett földjére, de ez a királynak láthatólag nem tetszett, tehát
neki most jelenleg az újraegyesülő ork hordával, valamint egy titokzatos fertőzéssel, ami északról egyre lejjebb hatol a királyságba, elég nagy gondja van. Túlságosan nagy a gondja ahhoz, hogy ilyen légből kapott prófétákkal foglalkozzon. Úgyhogy ennek következtében most meg is nézzük az emberi küldetés legelső térképét. Még itt annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy mivel ezeket a felvételeket közvetlen munka után csinálom, ahelyett, hogy aludnék, lehet, hogy eléggé fáradt leszek ahhoz, hogy ne legyek túlságosan összeszedett. Az előző videóimat is visszanézve meglepően tapasztaltam azt, hogy elég sok ugye szavacskát használok a mondatokban. Tehát ez ilyen helyettesítő szó. Most én itt arra gondoltam, hogy ennek megfékezésére majd valahova, valamelyik sarokba ki fogok rakni egy kis ugye számlálót, és minél több ugyét kell lesz, illetve fogok mondani az adott videóban, nekem annál több ideig fog tartani megvágni a dolgot. Ezáltal megpróbálom magam rákényszeríteni arra, hogy minél kevesebbet használjam az adott szót, mert engem is idegesít, bevallom őszintén, tehát tudok én ennél összeszedettebben is beszélni. Úgyhogy ezzel zárom a gondolatsort, és nézzük az első térképet. És ugye, hogyha... Igen. Jó lesz. Tehát, hogyha itt emlékeztek az előző részekre, a bevezető kampányban, tehát láthatjuk azt, hogy most ez a jelenlegi térkép nem messze játszódik azoktól a térképektől, ami az ork térkép is volt. Tehát ugye ott van Drumhold kép, meg az internáló táborok. Tehát trallékot csoptak össze az emberekkel nem messze. Welcome, Prince Arthas. The men and I are honored by your presence. Can the formalities, Uther. I'm not king yet. It's good to see you. You too, lad. I'm pleased that King Terran has sent you to help me. Father still hopes your patience and experience might rub off on me. Well, it is a father's right to dream, isn't it? Look, here's where we stand. Our scouts have confirmed that there is an orc encampment hidden somewhere over the next ridge. As I suspected. It gets worse. They're preparing to attack the nearby village of Strongbrad. As far as we know, the village is completely defenseless. I need to move against the orcs' base immediately. Can you handle Strongbrad's defense on your own? Of course, Uther. Don't worry about me. Good. Meet me at the orc camp once you've saved the village. Be careful, Arthas. Hát tetszik. Tetszik, továbbra is tetszik a játék. Fő küldetés, ugye ennek a bizonyos... Sajnálom, tehát ennek a Strandbed nevezetű településnek a védelme. Utazz el ebbe a Strandbredbe, és Arthasnak túl kell élnie. Tehát itt nincs saját településünk, csak néhány katonánk, valamint a hősünk, Prince Arthas, Arthas herceg. A bejátszásban látott Terenas királynak a fiáról van szó. Paplovag növendék. És lesz majd két választható küldetésünk. Utunk során.
az ork horda ellen kell lesz megvédenünk a települést, viszont itt nekem fontos ezt leszögezni, mielőtt elindulok a pályára, hogy ez nem az az ork horda, melyet Thrall vezet. Tehát ezt nagyon fontos leszögezni lore szempontjából, tehát Thrallék ők már Kalimdor felé hajóznak, most járhatnak kb. A zörvény közepén a Troll szigeteken, vagy akár már ki is kötöttek Kalimdorban, nem tudom. De ez nem az a horda, ez a Blackrock klán, tehát itt a második háború után az orkok többféle csoportosulásra estek szét, van a Thrall által vezetett új horda, az új ork horda, ők a régi ork hagyományokat a sámánizmus útját követik, Thrallal az élen. Akkor hát, ahogy utána olvastam, van a Blackrock klán, illetve a Dragonmaw klán. Most ezeket nem fordítom le magyarra, mert hülyén hangzik, viszont nem biztos, hogy jól ejtettem ki, de ez a két klán nagyjából vezeti azt a hordát, amelyik Azeroth világában rekedt, miután a Dark Portal megsemmisült, viszont ők továbbra is a démonok hű szolgái, tehát továbbra is a lángoló légiót imádják, és a lángoló légió parancsainak engedelmeskednek. Meg lesz egy harmadik horda is, akivel majd az ork horda szülőföldjén, Drenoron, illetve hát már a szétesett Drenoron Outlanden fogunk majd találkozni a későbbiekben. Tehát nagyon fontos ezt leszögezni, igazság szerint nekem pont ezért tetszik a játék, meg a lore, mert ettől realisztikus az egész, hogy attól függetlenül, hogy orkok még nem feltétlen vannak egységben, hanem különböző motivációk által vezérelve, akár ellenségek is lehetnek. Na, ennyi bevezető szerintem elég volt, hogy nagyjából értsük a helyzetet. Nézelődjünk egy kicsit. I stand for the light. A sound plan. És akkor itt van Prince Arthas herceg, első szintű paladin, azaz paplovag. Ez is nagyon jó, tehát itt már a narrátor békén fog minket hagyni. Itt már csak ilyen csendes, írásos tippeket fogunk kapni. Tehát paplovag, szent fény, ez az egyetlen spellje van egyelőre. És hát ez semmi más nem szolgál, mint hogy a sérült egységeinket meggyógyítsuk 200 életerőponttal. Illetve az nagyon fontos lesz a későbbiekben, nem is olyan sokára, hogy az élőhalott egységeket pedig sebzi a szentfény ugyanennyivel, tehát 200 életerőponttal, level 1-es szinten. Lesz itt majd még neki útja során sok más képessége, de ezeket majd a különböző szinteknek az elérésével fogjuk tudni elsajátítani. Orders? Itt van az emberek alapegysége a Footman, gyalogos, igazság szerint. Pajzsal, karddal felszerelve, valamint hát nehéz páncélzattal, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy így van. Right. Of course. És hát igen, jól néz ki, azt right. Kell, hogy mondjam. Így van, ezek a megfigyelő tornyok is a Silverhand nevezetű paplovak szervezet kezében vannak, tehát nem mi irányítjuk őket. Itt érdemes a ládákat szétverni. A saját táborunkat azért ne romboljuk le, hiába semleges épületekén, sátrakat nem vernék szét. De a ládákat érdemes. Of course. Így van is benne egy Potion of Healing. For honor. Ezt a bevezető hadjáratból már megismerhettük, hogy mire való. Of course. Certainly. A tiltott szóval meg megpróbálok csinyán bánni, mert saját magamat fogom megszivatni, hogyha nem figyelek oda. Feel my wrath. You are past redemption. Úgy érzem, hogy már is kicsit jobban odafigyelek, hogy összeszedettebben tudjak beszélni. Of course. A sound plan. Szerintem már vagy tízszer így is kimondtam biztos. Ó, itt is van közben egy cucc. Certainly.
Scroll of Protection, így van, ilyet is találtunk már. Of course. A bevezető kampánya alkalmával. A sound plan. Of course. Továbbra is igaz az a játékra, hogy érdemes alaposan szétnézni. Király ez a szélmalom. Ez a zászló jelképezi ugye Lordaeronnak a királyságát, és itt kimondtam a tiltott szót, szóval megszivattam saját magam, de akkor is ez jelképezi. A sound plan. Itt van egy falusi. Farmer Jarrett. Is there danger? Greetings, friend. Üdvözlet, barátom. Hát igen, én itt arra tudok gondolni, hogy valószínűleg fogalma sincs arról, legalábbis szerintem, hogy konkrétan a hercegéhez beszél. Of course. Mikor azt mondja neki, hogy szervusz, barátom, vagy üdvözöllek, barátom. Plan. Justice has come. For my father, the king. Betrayer of the light. Certainly. Feel my wrath. Na, ez már egy rendes farm. Tehát ilyet, hogyha majd lesznek munkásaink, akkor fogunk tudni építeni. Ez fogja szolgáltatni nekünk az élelmet. De ez most jelenleg a semleges településnek a része ebben a térképben. Of course. For honor. Nekünk majd arra kell lesz mennünk. A sound plan. Greetings, my lord. Ez a my lord, ez már azért udvariasabb valamivel. Nagyon jól néznek ki a falusiak is. Szóval verjük szét a ládákat. For my father, the king. Welcome to our village. Üdvözlünk a faluban. You are past redemption. For honor. Of course. Itt rengeteg ládát találhatunk. Feel my wrath. Meg valószínűleg itt fogjuk megkapni az egyik választható küldetésünket is. For my father, így van. The king. Mondjuk ő lehet, hogy csak egy csatlakozó katona lesz. Foul knave. We'll fight for Lordaeron. Get your swords. Így van. Csatlakozó alakulatokat szereztünk. Is there danger? A sound plan. Hát alakulatokat ez nem tudom jó kifejezése. Certainly. Egységeket inkább. Of course. De kicsit összeszedetlen vagyok, meg nagyon hülyeségeket beszélek, akkor elnézést kérek, csak pont munka után vagyok, és most van idő felvenni. Please, you're my only hope. A group of gnolls kidnapped my little Timmy and took him to their hideout in the forest. Could you find him and bring him home? Így van, az egyik választható küldetésünk elérhetővé vált. Mentsük meg Timmyt. Hát annyi a lényeg, hogy elrabolták a gnollok, és elhurcolták a közeli erdőbe. És hát ugye ez a sok gyermekes családanya egyedül nem tud mit tenni. És látja, hogy katonák egész sereggel vagyunk itt konkrétan, és szeretné minket megkérni arra, hogy hozzuk haza a fiát. For honor. Természetesen jó hercegként, jövendőbeli királyként kötelességünk a népünket szolgálni, úgyhogy megtesszük nyilván. Certainly. A sound plan. Of course. Help! Help me, please! I'm trapped in the cage! Így van, Timmyt ugye bezárták oda abba a ketrecbe. For honor. Oké, azonnal kiszabadítjuk ezt fel. Ki is ugrik belőle, jó? Oh, thanks so much. I have a reward for you.
Nagyon szépen megköszöntek, kaptunk tőle Ring of Protection plusz egyet. És az első választható küldetésünk az el is készült ezáltal. Meg vegyük fel a Potion of Healing-et is. Feel my wrath. Itt a házakat, ládákat, mindent a földdel teszek egyenlőbe, ugyanis hátra lesz benne tárgy. Justice has come. For honor. Betrayer of the light. You are past redemption. Foul knave. Certainly. Okay, ezzel meg vagyunk. Of course. Certainly. A sound plan. Tehát Timikét sikeresen megmentettük, nem esett semmi baja. Certainly. For honor. Of course. Certainly. Wow. I'm here to help. I stand for the light. For honor. Certainly. Of course. Save us! Get a trap! Take everything, men. Take all the valuables. És akkor itt most a banditák megpróbálnak megpincelni minket. Certainly. Láthatjuk azt, hogy a szent fény milyen effektív, hogyha gyógyításról van szó. Hát szerencsére nem sikerült a tervük. Viszont arra tökéletesek voltak, hogy level 2-es paladinná váljunk általuk. És én meg is csinálnám azt, hogy fejlesztenék egy ilyen... Hát... Most a nevét nem fogom kimondani, hiszen továbbra sem tanultam meg angolul, és nem fogom tudni jól kiejteni, de az a lényeg, hogy ez az aura, amit most Arthas körül láthatunk, az minden egységünknek a védelmét növeli másfél ponttal. I stand for the light. For honor. Of course. Certainly. For honor. Help! Bandits are stealing our belongings! We'll take their coin just like everyone else's. Those bandits stole my ledger. Without it, I will lose my entire farm. Please, retrieve it from their camp. It would mean so much to us. Így van, második választható küldetés elérhetővé vált. Ugye, öljük meg ezt a Menagot, a bandita lordot. Meg hozzuk vissza ennek a Geráltnak a... Hát Ledger, nem tudom mi ez a Ledger. Valami könyv. Ami hogyha nincs a birtokában, akkor eladósodik, vagy valami ilyesmi a lényeg. Szóval ezt kell nekünk visszaszerezni, és továbbra is arra kell figyelnem, hogy a tiltott szót minél kevesebbszer mondjam ki. I'm here to help. Úgy látszik, hogy ez egy darabig minden térképen fő küldetésem lesz, hogy ezt a tiltott szót minél kevesebbszer mondjam ki. A sound plan. Tehát valahova ide a fejem felé el fogok helyezni egy számlálót. Certainly. A sound plan. Certainly. Of course.
Okay. Certainly. For honor. Itt is van. Say your prayers. Mondjátok el az utolsó imáitokat, nagyjából ennyit mondott. Justice shall be done. Potion of mana. A sound plan. Illetve a Gerardnak az elveszett naplója, vagy csekkfüzete, vagy könyv, nem tudom, valamilyen könyve. Is there danger? Nem tudom, mi ez pontosan. For my father, the king. Azt nem ígérem meg, hogy a mellékküldetéseknek a feliratát is elhelyezem a videóban, de a legfőbb bejátszások itt azokat biztosan most is megcsinálom. Feel my wrath. Justice has come. For honor. Egyelőre nagyon jók vagyunk. Certainly. Nem vesztettünk egy katonát se. Of course. Eszköztárunkban is van egy csomó minden. A sound plan. Of course. For honor. És a két választható küldetést sikerrel teljesített. Thank you for helping me. Please take this item. Most kaptunk egy tulajdonságnövelő könyvecskét, ami mivel nem foglal helyet az eszköztárban, azonnal használatra is került. Így van. Tome of Strength-et kaptunk tőle. I stand for the light. És a Bandit Lord is kész. Most már csak a fő küldetésünk van hátra, a település védelme. Justice shall be done. És hogyha itt átkelünk a folyón, akkor... For honor. Akkor... Save us! He's escaping! Kill him! Így van, a Blackrock Clan harcosaival találkozunk. To arms, my brothers! Még egyszer fontos leszögeznem, hogy semmi közük nincsen Trallhoz. A sound plan. Trallék ez időtájt már Kalimborba hajóznak. Vagy legalábbis semmiképpen nem az ő harcosaik. Az lehet, hogy mondjuk éppen még csak Grom Hellscream-et szabadítják ki, meg most kötik el a hajókat, de kicsit odébb. Tehát nem itt az a lényeg, tehát ezek nem ők. For honor. Certainly. A sound plan. Itt egy temető. Ez nekünk nem igaz, nem túl érdekes még egyelőre. Certainly. A sound plan. Egyébként ezek olyan szinten nem Trallhoz tartoznak ezek az orkok, hogy Trall, illetve Arthas, tehát ilyen formában nem is fognak találkozni. Talán. Én úgy emlékszem. Feel my wrath. Itt egy fosztogatójuk is. Certainly. For honor. A sound plan. Nekem a doboz kellene. Certainly. De az úgy látszik, hogy ez nem szétverhető tereptárgy. A sound plan. Of course. Itt nincs semmi. Of course. A sound plan. Ez sem szétverhető tereptárgy. For honor. Ez igen. Of course. Intézzük el ezt a fosztogatót. All these wretches off with the rest of them. Move them out. Wow. Tehát láthatjuk, hogy ez a Blackrock Clan, ez elviszi a falusiakat rabszolgának.
Traliknak meg pont az volt a céljuk, hogy elhagyják az emberi földeket, tehát már itt szembe tűnik az, hogy semmi közük egymáshoz. For honor. A sound plan. Certainly. Attack! You are past redemption. Az jó, hogy ide elnéztünk. I'm here to help. Így van. Justice shall be done. A sound plan. For honor. Certainly. Még mielőtt a rabszolga vezérrel, illetve a rabszolgamesterrel szembenéznénk. Így van. Is there danger? Azelőtt itt mentsük meg ezeket a falusiakat. Certainly. Betrayer of the light. Foul knave. És itt egy potion of mana boldog tulajdonosai lehetünk. Certainly. Nem, a többi ládát már nem lehet abszolút szétverni, úgyhogy irány a rabszolgamester, illetve a két grant. Betrayer of the light. Justice shall be done. Of course. Kész. Fő küldetés kész van. Bless you, Prince Arthas. But what about the others who were taken away? Don't worry, son. We'll find them and bring them home safe. Prince Arthas, Lord Uther needs you at the Orc encampment immediately. Never a dull moment. Let's get moving. És hát ez volt az emberi végigjátszásnak az első térképe. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végignézte a videót. Amennyiben tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, illetve mondjátok el véleményeiteket a komment szekcióban. A YouTube csatornámnak van Facebook, valamint Instagram profilja is. Kövessétek be azt is bátran, hogyha úgy gondoljátok. Tiltott szót továbbra is igyekszem minél kevesebbszer használni. Ezentúl tényleg minden videóba ki fogom rakni a számlálót, amíg teljesen le nem szokok róla. Úgyhogy szeretném még egyszer mindenkinek megköszönni a figyelmet. Találkozunk a következő videóban. Én Peti voltam. Sziasztok!